Ennek annyi. Már itt alszik, vagy 8 órája. Az Évi meg tiszta idegben van, mert nem tud hazamenni, takarítani. Én meg tiszta mostam föl, mert minden összejártam. Hú, de szomjas vagyok. Én is. Repkednek a minuszok. Ja, igen. És a kupi az van, ezt akartam mondani. Olyan kupi van a szobában, Christopher. Szétnyomkodta a dezodoromat, a ruhákat széthordta, az orvosi, leszakították az ágyat, szerintem azt a kutyákkal. De mindegy. Elkészültem. Közben az ágy is átkerült arra az oldalra, mert jobbnak láttam. Oda beraktam ezt a kis hóemberkét, Olaf vagy mi. És a tévét most rakjuk fel a falra. Én meg mindjárt. Kati az is dolgozik, de most mi a másik Katihoz megyünk. Hú. Na, nem vagyok valami fit. Most esik az eső. Az Évi meg otthon van, takarít. Lemegyünk a sókinőmhöz kávézni, bolcsókon. Katihoz megyünk kávézni. Hát nem igaz, most mondta meg. Hú, de szakad ehe. Aztán, nézd, da. Gyere le! Nyuszika. Jaj, de hideg van. Én már begyújtottam a szobába. Nem akartam megfagyni. Úgy se tudja, Christopher ne fagyjon meg. Hajam is. Sziasztok, na közben meg még egy nap eltelt, vagy már nem tudom, azt sem tudom, miről vlogoltam. Most csak gyorsan beültem az autóba, és elmegyünk Christopherrel Szászvárra, mert a gyógyszertárban van az igazolása, és csak azzal mehet ugye be az Óviba közösségbe, de mivel nem volt autóm, ezért nem tudtam elhozni Szászváról az igazolást. Tegnap meg, mikor már lett, tökre elfelejtettem. Meg azt se tudtam, hogy most akkor még visszaviszem az orvoshoz, vagy már mehet közösségbe, mert kicsit még folyt az óra, ez a sűrű takony átváltott erre a vizes orfolyásra, de ma meg már semmi nem volt, úgyhogy ma reggel se, semmi, se oda száradba, se semmi. Úgyhogy, jaj, most benne vigyem a bölcsödébe, már tiszta hülye vagyok. Úgyhogy most átmegyek Szászvárra a gyógyszertárba, az igazolás. Nagyon remélem, hogy ott van, mert ebben már volt részünk, hogy a Virágnak kellett volna az igazolás, bementem, és nem tudtak róla. És akkor fölhívtam őket, és mondtam, hogy mi van. De hát majd most mindjárt meglátjuk. És közben megjött Ceci. Erre is reagálni kell a ketreces dologra. Egy. Nálunk a teknős is szabadon van.
Kettő. Ja, mert hogy ti nem tudjátok, mert nem mindenki olvassa a kommenteket, valaki odaírt, hogy utána kéne nézni, hogy egyáltalán tarthatók-e, mekkora élettér szükségletük van ezeknek az állatoknak, mert hogy ez nettó állatkínzás. Azért vagyok ilyen, ahogy reagálok ezekre a dolgokra, mert annyi hülye van most az életemben, hogy ez valami brutális. Szóval, hogy nem értem az ilyen dolgokat egyszerűen, hogy ezzel mi a lófasz tudok kezdeni, hogy egy nyúl, akit egyébként arra tartanak és szaporítanak, hogy levágjad és megegyed pörköltnek, vagy vadasnak, vagy bárminek, én megmentettem attól, hogy megfalatozzák. Na, és ilyenkor olyan nehéz szépen beszélni bárkivel, hogy az valami förtelem. Most jelen pillanatban, nem tudom, látszik-e valahol, el van engedve, eddig is szabadon volt, konkrétan kint, amit fodrászüzletnek akarok megcsinálni, mondjuk 13 négyzetméteren. Hol él egy nyúl 13 négyzetméteren nettó állatkínzásból? És amikor jó, amíg jó idő volt, most meg behoztam, hogy ne fázzon a rohadt tetű. Na, nem is értem én ezeket a dolgokat, meg nem is akarom, teljesen mindegy, csak így elmondanám ezeket a dolgokat, hogy az olyan állatkínzókkal kellene foglalkozni. Nézz oda! Nézzenek, ki ez? Ki jött ide be hozzám? A legokosabb putyus? Igen? Az meg a cica? De menjél ki, bogyó, mert a Zoe is mindjárt be fog jönni, és ő meg Kailasz. Kailasz. Szeszi, pufán vág. Kailasz. Kailasz. Nettó, meg vagy kínozva, nettó, bu, te is. Na, bogyó, kifele! Kifele, gyorsan! Menjél, te medvetalp! Kifele! Kifele! Na, szóval, hogy akik kibasszák a kutyákat, és ezt is menhelyrű hoztam az urat, ugye, mert senkinek nem kell, szóval, hogy Nem a senkinek, de valahogy oda került. Ő is jó oda született, de az anyja oda került. Szóval az ilyenekkel nettózzatok, légy szíves, ne azzal, aki szereti az állatokat, mert ettől felfordul a gyomrom, attól van ingerem. Na, de mindegy, különösebben meg nem érdekel a dolog, csak nem értem. Én nem tudom, nekem milyen agyam van, vagy az ilyeneknek milyen agya van, de hogy én nem tudok olyan agya gondolkozni, hogy más, ez most már biztos, és nem az én, mert hülye vagyok. Na, de mindegy, nem is érdekel a dolog. Én majd utána fogok járni, egyébként most így hirtelen eszembe jutott, hogy Petinek láttam a vlogjába, hogy ugye mondjuk én nagyon le vagyok maradva, a klímaszerelők megérkeztek, meg föl is rakták, meg minden, és már megint elkezdtek irogatni, hogy nem lehet majd vele fűteni, meg minden. Hát nekem van egy klímás ismerősöm, meg fogom tőle kérdezni, hogy mi az, hogyha hideg van, akkor majd nem lehet klímával fűteni. Hát ez, én még nem. Azért a Fisher klíma szerintem annyira nem fosadék, hogy ne tudjál vele fűteni. De majd kíváncsiságból, mert nekem is fog kelleni egy darab klíma föl az emeletre majd, de az most nem idén lesz, hanem jövőre. Christopher újra elkezdte az óvit, nem akart menni, de aztán végül jó, azt mondja, vigyél be, le fogva, mert nincs más választásom. És kész, ígyünk egy kólát szerintem. Ott a poharam. Virág ma suliba,
Gyakorlaton. Azt jól van. Kóla. Hú, de jó illata van. Jaj, ez meg copyright. Közben kinyomtam, meg copyright volt, ugye Tibi rádiót hallgat. Jaj. Én meg most tévét tudok nézni. Ennyit dolgoztam ma. Na, én szerintem most nyugovóra térünk Krisztoferrel, nézzük még a verdákat egy kicsit, aztán megissza a kakaót, aztán megyünk. Pihenünk holnap óvoda, aztán próbálok egy kicsit úgy beszélni, hogy a gyerek is hallja a tévét, meg hogy vége legyen a mesének, hazamennek a legények, nem el voltam gondolkozva, közben egyfolytában dumálnom kell azhoz, hogy ne legyen copyrightos, de még így is lehet, hogy az lesz. És remélem, hogy nem vágom bele azt a videót, amit Mellinek üzentem, mert ott aztán a hajszerkezetemet úgy be tudtam állítani, hogy hújújúj. Na de, majd... jaj, bekerült az ajtókeret, azt meg sem mutattam. De még ki kell fújni pur. Jó. Oké. Imádom. Szerintem haza akar menni. Kinyitom neki a kedvencet. Hát, hogyha tényleg haza akar menni. Jó, nem. Na, útnak indulunk, most kiállok innen az udvarba, és elmegyek ajtót venni, vagyis először csak nézni, hogy milyen ajtók vannak, bejáratiak, és... jön a hideg. Karesz adott egy csomó deszkát, azt is majd megmutatom. Mert se nyomtam a gombot, és itt papázok. Lencse főzelék vízslivel, nem is vagyok éhes. Ezt a padláson aláltuk az kurva nagy. Folyik lábamra a víz. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Mert hogy? Izét fogunk csinálni, fölküldtem a Tibit, mondom, nézd már meg, nincs-e fazék, vagy wiling, vagy valami. Vettem két fej káposztát. Külsőjét leszedem. Rossz ilyen. Oké? Na, két fej káposzta. Hol vannak a többiek? Jaj! Uborka. De jó lesz. Csalamádét rakok-e? Uborka. Hát ez rengeteg hagyma. Ebben még van két fej, de most nem veszem ki. Mert a csalamádéba is akarok, meg hogy legyen itthon is. Ez meg mind paprika. Christopher, kész banán? Ez az egy a banán. Ez meg mind paprika. Jaj. Sütni is akarok, sütni a fiket, mert a virág azt nagyon szereti.
Úgyhogy... Mi? Fokhagymát? Hát de te vettél? A húshoz? Az egészet? Akkor veszek. Valamikor. Én nem tudom mikor. Jó éhes voltam, mondj. Ez a blog, ez ebben egész nap eszek. És a lényeges lényeg, meg sem mutattam. Jaj. Ki vannak ide baszkodva? Kaptam egy ajtót a Petitű bejárati. Oda. Ablakot is néztünk, de az annyira nagy volt, hogy nem tudtuk elhozni. Csak utánfutóval lehet, úgyhogy szerintem az majd a legközelebbi alkalommal, ha megyünk. Hát így. Ettől a résztől odáig ér körülbelül így akkora ablak. Úgyhogy jó lesz. Jó lesz, jó lesz. Csak hát most még el kell menjünk a tűzépre, de az nem biztos, hogy ma lesz. Mi az? Ez nem jó. Adok neked banánt. Szigetelésért. Banán? Milyen? Ha már szereted, nem? Tölt ki. Vagy elviszed itt? Ha jöjjél még, ha kell, jó? Kelek, kelek. Na, úgyhogy... Aj, kólát akartam inni. Úgyhogy most gyorsan megkajázok. És nekiállunk a csalamádénak, mert le kell aprigatni. De... Szerintem a izéval fogom csinálni. Barátnőm, amit adott nekem az a gép. Én nem baszakszok mással. Na, kiganyéztem ezt a Weilingot, ebben benne van az uborka, ebben majd belerakom még a paprikát, mert azt is el akarom mosni, akkor, de lehet, hogy először egyfajt, na mindegy, és akkor ebbe lesznek azok, amik le vannak szelve. Most te izé kéne még nekem, Beki, kipele! A nyuszit meg fog járni. Azt akarod? Fölrugdalom ezt a Bekit. Krisztófer meg kimegy, mindegy, becsukom az ajtót. Anyulom. Jól van. Móni. Nem látlak. Ja, jó. Akkor az anyul. Hú, gyerekek. Elfáradtam, azt még nem csináltam semmit. A laknak meg nem sík a világ. Na. Ez egy jó hosszú vlog lesz, és összevisszaságos. Na, be van már feszítve az ajtókeret. Ott egy hurka szar, Beki oda szart, nagyon jó, ezt fölkövenni. Hát, és ilyen volt régen az egyenes. Ehe. Ilyen. Hogy kell mutatni, hogy ez látszódjon, hogy mennyire durva? Csodálatos. Na, kihoztam ide a kis kosárkákat, abban vannak a sapkáim, meg Krisztófernek, meg Sál, meg ilyenek. Na most már nem pofázok, mert megfulladok. Jaj, annyit ganyéztam máma, mármint nem úgy, hogy takarítás, hanem most szanálunk meg minden. Befogtam és pakolok most. Na, közben ittem. Megmosom a uborkákat. Le fogja szelni a gépezetem.
Tök jó, hogy van ez a cucc, mert nagyon sok melótól meg kimél, de gyönyörű uborkákat vettem. De jó néz. És remélem, jól fog sikerülni ez a csolamádi. Az uborka végeket majd odaadom a nyusszinak, hadd legyen. Bogyogyó. Rágcsáló hadműveletesek. Nagyon szimpatikus az az uborka. Leszelegetem. Tök jó, hogy ilyen wildingjaim is vannak. És akkor most nem tudom, lehet, hogy még ma elmegyünk a Tibivel a izére, tüzétre. Mert most kéne vegyünk még izét. Gipszkartont. Most tudom, szerintem egy három tábla elég. Három tábla kint bent. Valamint, hogy három tábla bent, meg három kint. Három vízálló, három izé. És akkor nikecelt kéne venni még. Ja. És tudom, ez mekkorát. Na, de kész vagyok az uborka izével, meg gyorsan leszeletelem. És a gép, vagyis hát ja. Megnézzük, hogy hogy csinálja. Hülye, hát be sincs dugva, basz meg. Azért hosszabbító sapkát. Megnézzük, hogy teljesen jó. Nyomom neki. Na, le is nyomtuk. Akkor ennyi. És jött a káposzta. Ennyi van, még hagyma azt is simán. Fú. Na, uborka, ebben a szeletelővel pikpak, most pucolom a hagymát, az is pikpak lesz. Jaj. Könnyű csalamádét elrakni. Mondjuk a szebb golyómnak nem könnyű. Na, így vágja le a káposztát is, szerintem jó lesz ott a hagyma, most már bele van szelve. Úgyhogy ennyi. Ott a wildingocska. Hónap meg el lesz rakva. Most állni kell hagyni. Éljetek, ahogy tudtok, Harry Vedert. Jaj, de szép lesz! Móni! Beki! Ide be lehet dugni majd a levelet. Jó? Pici.